Köszöntjük a kedves hallgatókat, Mészáros Jánossal beszélgetünk, a Kobár Mise János Egyetem hallgatói önkormányzatának elnökével. Nyílt napot szervez az Észak-Komáromi Egyetem. Miről szól majd ez a nap? Én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jelen Mise János Egyetemmel most február 14-én várjuk a kedves érdeklődőket, ahol bemutatkozik az egyetemnek a három karja, illetve az egyetemen az összes tanulható tanulmányi program, és emellett az érdeklődők további hasznos információkat is megtudhatnak, mint például a felvételi eljárásnak a menete, illetve hogy hogyan tudnak magára az egyetemre jelentkezni, hogyan zajlik ennek a folyamata, és összesen 25 standon keresztül ismerhetik meg egyetemünket. Helyileg ugye gyarítom, hogy a főépületben lesz majd a rendezvény, ezt hol találják meg azok, akik esetleg még nincsenek itthon Komáromban? Így van, a nyílt nap az egyetem konferencia központjában lesz megtalálható, ez közvetlenül a Komáromi vár mellett található, ott minden hasznos információt megtalálnak rólunk, illetve ezen kívül még az egyetem összes épülete is nyitva lesz és látogatható lesz az érdeklődők számára. Milyen szolgáltatásokat tud nyújtani az egyetem, illetve kínálni, milyen karokra jelentkezhetnek az érdeklődők? Jelenleg az egyetemünkön három kar működik, a gazdaságtudományi és informatikai kar, ahol a nevéből is adódóan informatikát, illetve közgazdaságtan tudnak tanulni a hallgatóink, emellett vidékfejlesztési szakunk is van. A másik két kar pedig a református teológiai kar, ahol ugye református teológusokat, illetve misszológia és diakónia szociális gondoskodás szak érhető el. Emellett a tanárképző karunk is rengeteg szakkal várja kedves érdeklődőket, kedves leendő hallgatókat. Itt bármilyen szakpárosításban elérhető rengeteg nyelvi, illetve matematika, történelem, hittan, kémia, biológia, informatika tanári szak, és emellett az óvópedagógiai képzésünk is. Doktori képzésre van-e lehetőség a Mise János Egyetemen? Igen, természetesen. Doktori képzésünk elérhető a gazdaságtudományi szakunkon, illetve az informatikai szakunkon, emellett református teológián és a tanárképzőkaron is neveléstudományból és történelemből. Ami a doktori képzéseket illeti, nappal, illetve levelező tagozatra is van mód? Igen, így van, mind a két formában elérhetőek a doktori képzéseink. A nyílt nap a tanulmányi programokat hivatott ugyebár bemutatni, érkeznek azért társszervezetek is, illetve egyéb partnerek is az egyetemre ezen a napon. Így van, a tanulmányi programok a fő cél, hogy ezeket bemutassuk, de emellett természetesen szeretnénk az érdeklődőknek megmutatni, hogy ha ide jönnek tanulni hozzánk, akkor milyen lehetőségeik vannak akár az egyetemen belül, itt mondjuk a hallgatóink, kormányzatunk, illetve az Erasmus mutatkozik be például, de természetesen elérhető lesz ugyanúgy a kollégiumunk is, illetve a tanulmányi osztály is, és tőlük is lehet kérdezni. Emellett szeretnénk bemutatni, hogy milyen lehetőségek vannak a városban, így például kitelepül a színház, a Város Marketing Kft., a MOL, illetve más olyan partnereink, ahova mondjuk karrier lehetőségként tovább tudnak menni az egyetem után hallgatóink, és más szabadidős tevékenységeket is ki tudnak próbálni a városban. Az egyedüli felvidéki magyar egyetemről révén szó, mi újságban az anyaországi, akkor ők is jelentkezhetnek-e, illetve esetleg Erdélyből, Kárpátaljáról, határon túlról, nekik mi a kínálat? Természetesen bárhonnan jelentkezhetnek hozzánk, hiszen minden tanulmányi programunk magyar nyelven érhető el. Itt, aki esetleg nem szlovák érettségűvel rendelkezik, nekik annyival több teendőjük van, hogy ezt honosítani kell, de ez egy rövid procedúra után, ha lefordítják a dokumentumokat, és ezt beadják az egyetem, de ezt onnantól az adminisztratív részét már oldja az egyetem, illetve a többi olyan dolgot, ami mondjuk a megyéhez tartozik, vagy más adminisztratív tevékenységek, amik a felvételt hivatottak végrehajtani. Mennyire népszerű a Mise Egyetem egyébként, hogy áll most diákok szempontjából? Jelenleg nagyjából 1800 hallgatónk van, itt beleértve a nappali, illetve a levelezős hallgatókat is. Ez a szám most már évek óta stagnál, amit hogyha azt nézünk, szerencse, mivel más szlovák egyetemeknél a hallgatók létszáma általánosságban csökken, de szeretnénk ezt a számot tartani, és természetesen amennyiben van rá lehetőségünk minél több embert bevonzani, és minél több hallgatóval gyarapodni a jövő évben. Aki tudja, ismeri az egyetemnek a mindennapjait, az azt is tudja, hogy a határon túli kapcsolatok is nagyon jól működnek többek között Magyarországgal is. Igen, pontosan így van, folyamatos partnerségben vagyunk a magyarországi partnereinkkel is, de emellett rengeteg lehetőségünk van Szlovákián belül is, de természetesen ugyanúgy Kárpátalján, illetve tovább
régiókban is vannak partnereink, akikkel folyamatos kapcsolatban vagyunk, ez lehet akár tanulmányi vagy utazási lehetőségek kapcsolatában is, és mindig próbáljuk ezeket gyarapítani és bővíteni. Ösztöndíjakra lehet-e pályázni, illetve a cserediák program működik az egyetemen? Többfajta ösztöndíjunk elérhető, úgy mint tanulmány, illetve szociális ösztöndíjak. Emellett természetesen működik különböző olyan partnerségek is, mint például az Erasmus, ahol ugye tanulmányi, illetve szakmai mobilitásokra pályázhatnak a hallgatók. Ez is nálunk eléggé népszerű, és sok hallgatónk vesz igénybe. Reméljük, hogy ezeknek a hallgatóknak a száma is csak gyarapodni fog a jövőben, és minél több hallgató próbálja meg tanulmányit külföldön esetleg gyarapítani, illetve betekintést nyerni más országok, más egyetemeknek tanulmányaiba. Az Erasmus révén hova juthatnak el a sejéről a diákok, melyik országokba? Jelenleg a sejéről több mint 10 országba tudnak eljutni hallgatóink. Ide tartozik például ugye Dánia vagy Macedónia, hogy a messzebbieket említsem, de például a Makovec program révén ugye természetesen Magyarországon belül is rengeteg egyetemre, az összes egyetemre el tudnak jutni hallgatóink, ahol az adott egyetem kínálja azt a tanulmányi programot, de ez mindig attól függ, hogy milyen tanulmányi programon tanul az adott hallgató, és ennek helyében tudja megválogatni, hogy hova tud menni ugye tanulmányi, illetve szakmai mobilitásra. Ezt évről évre folyamatosan próbáljuk az egyetem munkatársaival bővíteni, hogy minél több lehetősége legyen a hallgatóknak. Én saját tapasztalatból mondhatom, hogy a Sajános Egyetem hallgató önkormányzata mindig nyitott az érdeklődők felé. Hol érdeklődhetnek, hol vehetik fel a kapcsolatot a hallgató önkormányzattal, a jelentkezők, hogy az érdeklődők? Velünk a hallgató önkormányzattal rengeteg platformon lehet találkozni, hogyha a távkommunikációt nézzük, akkor Facebookon, Instagramon, illetve ugye e-mailben, mobiltelefonon elérhetőek vagyunk folyamatosan, és nagyon szívesen segítünk a hallgatók bármilyen kérdés esetén, ami esetleg felmerül bennük a jelentkezéssel kapcsolatban vagy tanulmányaik folyamán, de természetesen, hogyha már a hallgatókról beszélünk, akkor ők a mindennapokban az egyetemen elérhetnek minket személyesen is irodáinkba is, illetve attól sem adunk vissza, hogyha valaki esetleg csak leszólít minket a folyosón, hogy ismer valakit, aki hökös, és valamilyen kérdéssel fordul hozzánk, így is meg lehet minket találni. Minden platformon nyitottak vagyunk erre, és várjuk a érdeklődőket, illetve minden kérdésre szívesen válaszolunk. Tehát február 14-én nyílt nap a Komárom is a János Egyetemen. Hány órakor kezdődik a program, és meddig tart majd? Reggel 8-tól várjuk az érdeklődőket, egészen délután 1-ig, és ez idő alatt folyamatos program kínálatunkban ugye elérhetőek a tanulmányi programok standjai, illetve emellett a karoknak a bemutatkozói is meg fognak történni az aulánkban, amely minden kar minden adott tanulmányi programját be fogja mutatni, illetve hogy milyen további mondjuk kutatási vagy mobilitási lehetőségek vannak az adott karon.